Na szavaztok srácok, én Kis vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban itt van velem Bara Kapibra. És most ki kell találnia a skineket képek alapján, amiket a mesterséges intelligencia csinált. Itt például mutatok nektek egy első példát, ami majd lesz. Például ilyen képek alapján. Szóval, ja, ezek igazából lehet, hogy nagyon-nagyon jól megfestik azt, hogy hogy néz ki ez a skin. Vagy lehet, hogy nagyon-nagyon rosszul, de ja, mindenképpen igazából szerintem ez érdekes lesz. És hogyha nem tudom, a YouTube megint csak engedélyezi a kommenteket, akkor mindenképpen leírhatjátok majd kommentbe, hogy igazából ti melyikeket rontottátok el, és mit gondoltatok, hogy melyik az, meg a végén, hogy ugye nem tudom, mennyi lett nektek jó az egészből. Illetve hát, hogy szerintetek Bara mennyire fog ebbe jól teljesíteni, mert a múltkori videóban brillírozott a pali, tehát tényleg nagyon komolyan nyomta neki, de szerintem most nem lesz ilyen profi. Na de nézzük is meg. Na Bara, akkor kezdjünk is ezzel a példával, amit bemutattam. Ez azért egy viszonylag ilyen Dark Fire Fist. Ez egy egyszerű, igen, ez a Dark Fire Fist skin. Amúgy szerintem ez amúgy rohadt menőkép, ilyeneket akár én háttérnek is beállítani. Srácok, akartok olyat, hogy ilyen Stumble Guys skinekből, amiket ti írtok, azokból háttereket csinálok? Hogyha igen, akkor hozzatok össze 3000, sőt, 4000 lájkot a videón, és akkor lesz. Következő. Ez is egy nagyon-nagyon egyszerű. Diamond Cow. Diamond Cow. Pontosan. Na Bara eddig jól hat, bár ezek még a nagyon-nagyon egyszerű kategóriák, tehát hogy most nem sok boxos van, ami ilyen gyémántos, meg ami lila, tehát azért ezekből meg lehetett határozni. Következő. Burger Baxter. Burger? Burger Baxter. Burger Baxter. Tudod, izé, mint a mémbe. Burgir? Yeah. Ja, úgy az a Brawl Stars. Hogy burgir? Aha. Úristen Bara. Na jó van, mindegy, valóban helyes válasz volt. Ez a Burger Baxter skin, ez már egy fokkal ilyen érdekesebb. Tarán. Gumibara. 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 Mert gumi. Hát igen. De honnan? De várjál. Én azt hittem, hogy ez sokkal nehezebb lesz. Mert az a baj, most ezt túl gyorsan kitalálod itt a dolgokat. Miért ez nehéz volt? Nem, de most összességében nem csak erre, mert ez most éppenséggel tényleg egy darab ilyen izé van. De nem, várjál. Össze kell zavarnom téged a következővel. Jó, oké, ez már nehéz lesz. Ez már nehéz lesz, ez nem egyszerű. Tudom mi, azt csak nem tudom a nevét. Hát sajnálom, a nevekkel. Nem. Akkor, várjál. Vagy jó, tudod mit írt körül, Jó, annyi, lega, és az mi ez? Szokott lenni ilyen... Jaj, tudom, ilyen kínai szokott lenni egy ilyen full aranymacska, ami így integet neked. Az ilyen fehérbe, valami maneki, valami olyasmi. A rohadt életben, hogy tudja én azt... Mi a neve? Manekineko. A manekit azt kitaláltam. Ja. Jó, de ezt nyilván elfogadjuk, mert jól körülírtad. De én direkt azért raktam be egy macskát, mert több macska skin van. Ugye van az az epic cica, meg abból is több szín van, azt hiszem. Tehát, hogy most ebben nehéz lenne, nehéz lenne megállapítani, közben itt nyilván eltöröm az államat. Akkor ez várjál, eddig kérlek szépen 5/5. Tarám. Nézzük. Ez nem bonyolult, ez egy nagyon-nagyon egyszerű darab. Night. Nem, milyen van... Mi a neve? Van valami más neve, vagy milyen... Több fajta is van. Van azt hiszem belőle Legendary, van Epic, meg talán... Legendary Night. Azt szerintem epic van. Vagy Rare és Epic. Rare és Epic, azt tudom. Az lehet, hogy van. Várjál közben... Hát a Rare van. A Rare. És ez a Rare? Igen. Na nézzük meg akkor, hogy ez a Rare-re. Srácok, ha már itt vagyok, akkor ugye bemutatom azoknak, akik a név alapján nem ismerik. Ez mi? Ez már nagyon régi skin. Na, Dark Fire Fist, ez volt ugye az első, amit Bara ugye így nem tudom igazából kitalált. Aztán, várj, mi volt a második? Ja, a Diamond Cow, várjátok, mutatom azt is, csak hogy itt tényleg aki nem tudná, az nem tudom tudja. Ez a Diamond Cow, szerintem ezek még így viszonylag egyszerűek voltak. Aztán volt a... Fú, na várjál. Nem. Ez volt ugye a harmadik, a Burger Baxter, szerintem ezt is tényleg amúgy... Mert viszonylag azért jól megfestette ott azért a mesterséges intelligencia, tényleg nagyon komoly képeket tud már most csinálni. Aztán volt a Gumibara, az Legendary, nem? Nem. Azt hiszem, várjál, nem, az Gumimaci. Gumibara. Itt van ugye, ez volt a, hát a másik, és akkor a Manekineko az Epic, vagy ez lega? Nem, lega. Az lega? Várjál. Itt van ugye a Manekineko, ez a cica, ezt amit tök jól kitaláltad tényleg, és amúgy ez ugye az az integetős macska. És akkor most meg mit mondta, hogy a Rare? Hát nem a Champion. Miért komely? Nem a Champion, hanem az Epicből ez, a The Mountain. És nézd meg a színeket. És amúgy itt is van piros benne. Ez nem az, az kitérek, hogy piros van benne, nézd meg, maga sötét színű az egész. Itt ennek meg pont az a lényege, jó, hogy ez meg világosabb. Szóval ezt megszívtad, mert itt hát azért eléggé sötét látszik, az a sötét kék ott van. Na jó van, igazából akkor menjünk tovább, igazából eddig akkor egyet rontottál, azaz 5/6. Tarám, nyomhatod már is, ez nem egy nehéz darab. Ruby Cupid, vagy nem? Ruby Cupid, pontosan. Jól mondja Bara, ez mindjárt akkor mutatom is nektek már itt a Stumble Guys-ba, hogy az melyik skinnek, amúgy az nincsen meg. Nem. Gyűlölöm. Nem gyűlölöm amúgy, annyira azért nem de. Nagyon rossz. De. Vannak rosszabbak. Nem. Igen, a Barbie is? Hát annál is. Csss. Na jó van, annyira azért nem rossz, szerintem mindegy, erről de. A skinről volt szó. Következő! Hot Trash. Mi? Hot Trash. Ez miért volt olyan egyértelmű? Én ezt egy direkt egy rohadt... meg a tűzből. Hát, de csak azért, mert itt láttad, hogyha ezt nem láttad volna, az életben nem találod ki. Az életben nem, mert ugye amikor beléptem, nekem ez volt beállítva, mert ugye itt fotózgattam őket, és ugye úgy hagytam az utolsót, elrontottam, mert Barának nem kellett volna látni, életében nem teszi, hogy egyáltalán létezik kukaszkin. Tehát komolyan. Következő, nézzük. Ez egy nagyon-nagyon nehéz darab. Hát ez... tűz. Konkrétan tűz. Miért? Hát... azért nem csak tűz van ott. Az egész azért egy sokkal ilyen komplexebb szerkezet. Annyit mondja, hogy most a tűznek van kapcsolata hozzá, vagy csak... pici van. Pici. Közben amúgy most javította meg a kamerát, hogy normális legyen az FPS. Hát valamennyi köze van hozzá, de nem az a fő dolog. Vagy hogy mondjam ezt? Hmm. Legyen az a ilyen... valamilyen... na? Nem a thick boy, csak tollónak a sima változata. Mi van? Várjál. Jó, mindegy, mutasd meg nekem. Jó. Na, Bara, akkor ezt berakod választak, igen. Az Exterminátort? Hát, nincs igazad! Ez nem az Exterminátor, hanem kérlek szépen a... várjál, ja, de nem, az nekem megvan, rossz helyen keresem. Ez a Nitro megbumison. Ez nagyon, ez lehetetlen. Nézd meg! Nézd meg! Teljesen nem ugyanaz. Ez teljesen úgy néz ki, mint egy dinamit, ugyanígy néznek ki a kezei és a lábai, ott van a szeme, csak annyi, hogy nem sárga a kijelzője a játékban, hanem kék, és ég a teteje, mert ugye itt is, a játékban is ég, ugye... és ez hogy neked egy dinamit? Miért? Hogy nézzen ki egy dinamit másképpen? Az egy rúd ember. Hát igen, de... jó, szegény Bara még életében nem látott dinamitot, ezt engedjük el, annyi a lényeg, hogy nem tudom, várjál, akkor ez nem volt szar, te vagy a szar, Bara, fogadd el. Várjál, ez 6, 7, 8, mi, várjál, rosszul számolom, na 6, 7, akkor oh-ho-ho! Hát ez eddig 7/9, Bara. Hát, mindegy, haladjunk tovább. Ez nem nehéz. Várjál. Fú, várjál. Most is csak ugyanúgy, mint a Manekinel tudom. Hát úgy értve... azért az egyiket találd már ki belőle, rohadt egyszerű. Nem tudom a nevét. Hát de ez az olyan egyszerű neve van, ember. Mi ez? Mit látsz a képen? Egy csontembert. Csontember. Úristen. De ennek van egy neve. Nem így hívjuk. Ó, ez egy csontember. Van egy teljesen másik neve. Fosszilgáj, az. Wow, végre Bara megtanult magyarul. És ezzel ez akkor meg is tanulhattunk. Ez nagyon magyar neked, hogy fosszil. Fosszília. Ez egy magyar szó, hülye gyerek. Magyar. Úristen, na jó van, hagyjál békén, Bara, mert tényleg ideg sokat kapok tőled. De tessék, srácok, ez az a skin, ami ugye kellett. Ez szerintem azért rohadt jól megfestette az AI. Csak Bara nem tud szavakkal beszélni, de nem baj. Magyarul. Szépen lassan majd bővül az AI szókincse. Következő! Na. Ennek ha nem mondod meg a nevét, nem fogadom el. Mere. Ugye van a Mr. Stumble, akkor ez Mrs. valami. Mrs. mi? Nem Mrs. Stumble, az biztos, hogy ez nagyon szó. Mrs. mi? Azt tudom, hogy Mrs. Mr. Stumble, Mrs. Gál. Maradunk ebben, Miss Gál? Muszáj mondanod valamit. Nem érdekel az, Mrs. Gál. Mrs. Gál. Tudod, hogy mi a legnagyobb szerencsé, hogy rohadtul Miss Stumble, te idióta. Miért lenne más? Miss Stumble. Hogyha ő Mr. Stumble, miért? Akkor az ő barátnője úgymond, miért lenne más? Miss Stumble. Azt mondja, Miss Gál. Hát bár ez eddig 8 per 11, ez most annyira azért nem szép. Na jó, ez... Golden Sunshine. Na, végre Bara így rávágja ugyanúgy, mint az elején. Ez nekem meg is van. Nekem is megvan, és már mutatom is itt az embereknek. Ez a Golden Sunshine skin, ez azért szerintem egy elég egyszerű dolog volt, hogy ezt kitalálja. És akkor ezzel 9 per 12-re növekedett Bara pontszáma. Ta-ta-ta-tám! Ezt tudom melyik skin, ezt is csak úgy, mint a Manekinekónak. Na, de akkor mondjál el belőle valamit, valahogy a szóra próbáljunk hogy akkor jönni. Volt 3000 gemért, mi az úgy értve a shopba, amikor a Black Market volt. Akkor volt 3000 gemérben. Arra már nem emlékszek, csak arra, hogy a shopba benne volt, igen. Speciál. És nekem megvan. És mi az a fején van, ilyen tűz valami. Lángol ott a fején valami. Meg hát kb. Ugyanúgy néz ki, csak nem ilyen páncélos. Nem ilyen páncélos? Hát nem vasból van, hanem... Ha nem. Nem tudom, lehet. Ha nem? Nem tudom. Jó, én erre nem akarok adni így pontot. Várjál, még mi az, ami... Mit tudnék még erről elmondani? 3000 gem, Black Market. Még azért van egy... Legalább a nevéből egy szót emelj már ki, vagy egy kis részt. Ez egy ilyen... De nem körülírni kell nekem a szót. Bogár? Jó, na. Maradunk a bogárba? Jó lesz a bogár? Hogyha nevetsz már, akkor... Én nem röhögtem. Én vérkomoly vagyok. Én vérkomoly vagyok. Még srácok, nem vagyok komoly. Nagyon szar. Tűz van a tetején. Ugye lila a bőre, vagy nem tudom, van rajta valami sárga fos. 3000 gem volt a Black Market. Ezen már túlestünk, a nevét mondjad már, könyörgöm. Nem tudom, valami bogár. Maradunk a bogárba? Ez nem jó arc. Jó, de akkor mondjál valamit, vagy elveszem most már a pontszámat. Bogár! Bogár? Igen. Na. Nézzük meg akkor, hogy ez melyik skin volt. Jó, hát ezt nem se foszsom. Foszsom. Ez. Mercurien. Mercurien. Bogár! Van szárnya. Meg ilyen... És ő egy bogár? Igen. Ő miért egy bogár? Jó, de ez angyalszárnyak, úristen! Egy bogár? Nem, amúgy jogos, mert tényleg ilyen bogár szárnyai vannak, csak ezért megadom most a pontszámot. Jó, tudod mit? Ennyi, legyen egy jó napod. És akkor ezzel 10 per 13-ra növekedett Barának a pontszáma. Még... Na ez egy rohadt... Pumpkin. Pumpkin? Pumpkin. Pumpkin? Pumpkin? Pumpkin. És várjál, mi volt a bétában a neve? Honnan tudjam, kit érdekel? Engem érdekel. De azt mondtad, na, én tudom. Na, mondom, gyerünk, pumpkin. Mondjad. Mondom pump. Pumpkin? Ahogy igaziból kell leírni angolul. És az lett a neve most, hogy pumpkin. Igen. De megadod, mert nem mondtad, hogy bétába is kell. Jó, oké, nyilvánvalóan meg kell adnom a pontszámot. Pinky. Pinky? Pinky volt a neve, és nekem az ugye nincsen meg, de attól függetlenül mindjárt itt megmutatom. Megvan. Nektek Pumpkin itt is van, amúgy ez egy tök menőszkin amúgy szerintem, én ezt nem tudom, nekem ez tetszik amúgy. És akkor ezzel mennyire 11 per 14-re növekedtek Bara számai. Tarám! Meteor. Nem. Nem. Nem, hát ezt most így egyből rámondtad, hát nem, dehogy nem amúgy. Nyilvánvalóan azt csak akarom szivatni Barát, csak... De ez miért ilyen egyért túl jó képeket csinál a mesterséges intelligencia, nehezebbeket kellett volna. De akkor meg elkezd sírni a szája, nem lehet felismerni. Melyiket rontottam el legelsőre már, nem? A Dynamite valami, igen. Az nagyon szarul volt. Hát jaj, kezdj már el ezen sírni, hogy szimplán nem ismersz fel egy dinamitot. Úristen ember, jó, nyilvánvalóan. Igen, ez a Meteor skin, mutatom. Itt van ez az első, itt a Meteor, nem tudom, de nagyon nehéz volt. És akkor 12 per 15 pont számod van. Na ezt mondd meg, mert ez nehéz, ezt még egy kicsit rosszul is csinálta meg, de... Ja, oké, influencer gondoltam. Na. Akkor influencer? Nem. Mert azt mondtad, hogy egy picit rosszul csinálta meg, a pólóból, vagy ilyen ruházatból gondoltam influencerre, de hogyha nem pontosan úgy csinálta meg, hát akkor nem az. Nem úgy, de influencer. Én azt mondom. Azt mondod, hogy influencer? Nem. Jó. Nem az influencer. Akkor a... Nem mondod! De legalább... Na, akkor mondjad viszont. A robot... Ne, MK3 valami robottal. Nem. 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 Mi? Az Aerial. Mi van? Aerial 401, azt hiszem a neve. Mi van? Hol van? Várjál, hol az? Itt van. Ez büdös életemben nem lehetett volna kitalálni. Hát sajnálom, néha könnyűek vannak, néha nehezek. Ennyi. Ez nem nehéz, ez konkrétan. Néha nehezek vannak, néha gyengék. Köszönöm szépen, Bara pontszámai 12/16. Parancsolj. Következő skin. Sem tudom rohadt nevét. Annyit tudok, hogy rare. Rare? Igen. Így... Jó, tudod, mit körülírhatod, de hogyha egy részlet is rossz, akkor nem kapod meg a pontot. Jó, várjál. Tehát rare? Várjál, igen. És ilyen, ugye, ez pont rosszul lett meg... Várjál. Nem akarok hülyeséget mondani, akkor nem kapok pontot. Hát ez így van. Szerintem ezt itt rosszul csináltam, mert pont fordítva annak hajoltam itt a színek. Annyit tudok, hogy a nagyobb ilyen Jackie, vagy mi van rajta, az rózsaszín, és még a Stumble Guys töltőképen is ott futott. Ilyen fekete szemüvegben. Akkor itt abba hagyod? Igen. Oké, és nézzük meg, hogy akkor igaza van-e Barának. Nézzük a rare skineket. Szerintem rare nagyon. Hát nem. De. Nem ez. Nem ez? Nem, ennek fekete az ingje, és kívül rózsaszín. Ez kérlek szépen a Discoden, azt hiszem a neve, várjál, hol van? És az azt hiszem uncommon, ráadásul Discoden. És ezt jól csinálta meg, mert belül rózsaszín, kívül nem is fehér. Tudtam, hogy létezett. Hát pedig ez egy sokkal ismertebb skin, mint a másik, de semmi probléma. És akkor ezzel 12/17, Bara? Ez amúgy nem rossz. Hát de. De én nem is szólok hozzá. Dr. Nevermore. Én tryhard kérem, ez muszáj. Én tryhard. Igen, valóban igaza van Barának. Az a baj, ilyenkor ez már így lehoz az életről, mert most ez felesleges volt kb. Betöltenem, mert annyira egyértelmű. Várjál, hol van? Mert nekem is megvan. Szóljál már, ha látod. Hol? Meg sincs. Nekem megvan az skin, hogy ne lenne meg. Jaj, nincs meg neki? Nem, az lehetetlen, hogy nincsen meg. Lehetetlen. Na várjál, most már át kell néznem az egészet, de lehetetlen, hogy nincsen. Mi van? Nem Dr. Nevermore, Doc Nevermore. Jó, köszönjük szépen, nem kapott. Jó, 13/18, azt hiszem valahogy így. És, ja, én nem tudtam, hogy ez nekem nincsen meg. Valahogy, na jó, nyilván akkor nem játszottam vele soha, de olyan emlékeim vannak, mint hogyha így játszottam volna már vele. Na. Toxic Boxer. De ember, hogy kérdezzem már meg legalább, hogy mi ez? Én meg szó se hagy, hagyjátok békén. Hagyjál békén. Jó? Nem, ez rohadtul nem az. Ez a izé. Ez a... Figyeld, mutatom, hogy melyik. Úgy rohadtul közül nincsen hozzá. Tudod, az a zombis kis csíra. Az legendári, azt hiszem. Mutatom neked a... Mindjárt megtalálom. Srácok, nyilvánvalóan csak szivattam Barát, igen, a Toxic Boxer volt ez a skin, amire gondolt. Bara, ne lépkedjél már folyamatosan az üvegeimben, mert annyira idegesít. Következő skin! Indulhat. Majdnem egyből rátippeltem, viszont ezt is csak körülírni tudom. Hát az engem nem érdekel, ezt ne írd körül, ennek mondja a nevét. Várjál. Ohana! Nem. Mi? Nem Ohana. Tényleg nem Ohana. Nem az Ohana. Nem az. De van nem. Olyan? Nincs olyan, hogy Ohana. Akkor... Nincs olyan, hogy Ohana. Nincs olyan, hogy Ohana. Az a... Ez a skin. Nincs olyan... De nincs ilyen nevű skin. Nem csak, hogy nem ez az. Akkor Ohana. Nem Ohana, nem Ohana. Meg nem Ohana. Nem... O papa? O papa, ez teljesen hülye ez a gyerek. Ez a Patrik. Nem. Nem, a Patrik az. De amúgy simán lehetett volna a Patrik is, hülye gyerek. Miért tippeltél egyből a hizére is? Nem Ohana, hanem Ohana. Jó, megadjuk. Nem adjuk meg a pontot. Legendary. Megyünk a Legendary-ba. Bajok lesznek, hogyha nem megyünk a Legendary-ba. És látom, még azt írjátok, hogy én bántom a Barát. Ember, nézd meg, most is kifolytogat engem. Szóval várjál, hogy... Nincs, de mi? Nem, az Ohana viszont fixen megvan. Nincsen meg, de kajak Ohana. Na, meg kell Ohana! Meg kell adni! Ohana! Ohana! Meg kell adni. A nézőkre bízom. De... Brr. És akkor ugye most 14 vagy 15/20, ugye, hogy megadjuk-e a pontot majd Barának. Gobble Gobble. Na. Az SG Törki, vagy mi annak a neve? Ez a Gobble Gobble! Nem. Ez... Jó, az így nem fel. Nyilvánvalóan a Gobble Gobble. Úristen, de hogy lehet téged ennyire átverni? Olyan teljes mértékben hülye vagy. Nem tudom ennyire skineket. Itt is van, nagyon-nagyon nehéz dolga volt Barának kitalálni, hogy egy pulyka az egy pulyka. Na, Bara mehet a... nem. A nevét! A Bece nevét is! Nem! Nincs Bece neve, miért lenne Bece neve, ember? Az a baj, hogy szerintem... Ott van. Tudom. Az a baj, hogy ahogy kinézik, szerintem kinéz, az lesz a neve szerintem. De... Orange Martin. És ezt a pontot nem adjuk meg Barának, mert látta a kijelzőre. Hát nem adjuk meg. Jó, oké, akkor tudod mit? Akkor az Ohanával összevonjuk, és kapsz egy pontot, és akkor ezért a kettőről. És ugye fél-fél pontot kapsz. És ez miért jó nekem? Hát örüljön, hogy nem vonom le mind a kettőt. Megmutattam. Szóval, az azt jelenti, hogy akkor 15/21. Soha az életben nem mondtad volna ki azt, hogy Martian. Hát és? Az életben nem mondtad volna ki. Hát te mutattad meg. Hát sajnálom. Nem kellett volna izélni, mi az csalni. Na, következő skin. Ez Obsidian Dark pill. Ember. Haha, easy. 16/22. Hát én nem vagyok rá büszke. Annyira. Mert az előzőben azért nagyobbat mentél, de ez valójában az Obsidian Dark Pill. Tudod mit? Akkor azt mondom, hogy ez egy király videó volt, hogyha innentől az összeset kitalálod. Még van 2. Vagy nem, 3. Na ez aztán tényleg Squirt. Nem nehéz. Micsoda? Squirt. Squirt. S-Q-U-I-R. Ír. Milyen betű az az ír? R-T. Milyen betű az az ír? Kussaj. Na igen, valóban, de az amúgy Squirt. Hát ezt mondom. Nem, te Squirt. Azt nem mondtad, baj, de lebetűztem, szóval. Jó, tudom, nyilvánvalóan megkapod rá a pontot, még a nézőknek megmutatom, hogyha esetleg valaki nem ismerné ezt a skint, a speciál, nem? Itt is van. Squirt. Nem kéne lenni a speciálnak, ez egy rakat kap. De hogy is, ez rohadt jó ez a skin, ez egy jó tryhard skin, mert alig van izéje. Mi az visibility-je? Zeus. Nem, most akkor ezt újra kezdjük, jó? Zeus. Nem. Újra kezdjük. Szóval, Bara, Zeus. Milyen skin a... Újra kezdjük. Bara, milyen skin az ott? Zeus. Hát így nagyon komoly bele videózni, mi? Izgalmas videók vannak. Nem a Zeus az. Nyilvánvalóan a Zeus az hú, de nehéz volt. Na jó van, Bara. Én nem tudom, akkor azt mondom, hogy ez egy szép volt, akkor ez mennyi? 18/24, vagy 25, nem tudom. Valahogy így lehetett ez az egész. Mindegy, annyi a lényeg, hogy egy viszonylag azért jól teljesítettél. És hát srácok, hogyha szeretnétek még hasonló ilyen skin kitalálós videókat, akkor mindenképpen csaphassatok egy hatalmas nagy lájkot. Illetve hát nyilvánvalóan, ugye nem tudom, ötleteket is lehet írni, hogy mi alapján találja ki a skineket. Meg hát, hogy nektek mennyi pontotok lett. Na de napi áldás nem marad el, az Atya, a Fiú és Szentlélek nevébe kívánom minden egyes nézőmnek, nem nézőnek, jogromnak, rosszakromnak, szeretőmnek, utálomnak, és tényleg minden egyes embernek, aki csak a földkerekségen él és virul, hogy legyen csodálatos életük, egészségük, és tényleg nem tudom, minden ellenséget és akadályt kérlek, hatyám, üzzel az útjukból, senki ne legyen ott. Minden kitűzött céljukat és álmukat érjék el, és bőségben, boldogságban és békében éljenek az emberek. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Ámen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, et ex nunc et seculum amen. Ámen. Szavaztok, srácok, Jézus Krisztus a legjobb, ezt soha ne felejtsétek el.